a szőnyegre megy be, de hát mondjuk ilyen nagyon ritkán fordul elő, mert felvezetik őket, hozt teszek a Bejeva térvédőbe. Megítget. Nagyon rossz általában, amikor hosszú szünet van, mert ugyanúgy kell mozogniuk, hogy ne hűljenek ki. De sokáig bemelegítve tartani magukat nehéz. Itt Álmondás Szitosztától látható, akitől még nem láttunk gyakorlatot. Nem bizony. És nagy kedvencem. Nagyon szeretem, nagyon jó a szerkezelése. Koreográfiáinak a készítésébe aktívan részt vesz, nagyon jókat tud kitalálni gyakorlat elemeket. És hát a két szűnyek hasznos azért is, mert itt sokkal pörgősebben mehet a verseny, ami megint csak a nézettségnek kedvez, és manapság az a legnagyobb hír talán. Svetlana Rudalova Belorussziából, húzogánya. És el is ejtett a szegény. Igen, olyan borzasztó ezek a picike kis elemek, amik ilyen 1-2 tizedet érnek, sokszor nehezebbek, mint egy magas dobás. Szép egyensúlyturlant volt. Minden elemnek az a lényege, hogy nagyon precízen le kell zárni a befejezésnél, és egy kis egyensúly problémája volt, ezért nem tudta visszazárni. Ezek mind ilyen tizedes levonásokat vannak maguk után. Hűnös is riposzva a háttérben látható, izgult. Piros vonal az már a területen kívül van, tehát ha rálép a vonalra, akkor már egy tizedes levonást kap, úgyhogy nagyon óvatosan kell beosztaniuk a területet. Viszont ki kell használni az egész 13x13 métert, logikusan kell a koreográfiákat megtervezni, hogy mindenhol legyen a területen, ne csak egy részén. Hopp, hát ez egy picit előre ment, de ügyesen megoldotta, elkapta. Meg a zenéből is kicsúszott egy kicsit ő is. Igen, azért mondom, hogy lassabb, gyorsabb nem lehet, maszorra nagyon figyelnek, de sajnos ez nagyon tele vannak a gyakorlatok. És minek utána papírra le van írva, ezért még az sincs, hogy esetleg variál. Itt valószínűleg kicsit kiesett, ez itt pár tized másodperc. Csavát szólították egy közben. Tényleg. Már említettem, 50%-ban a szerre jellemző elemeket kell végrehajtani, a kötélben az ugrások ezek, és a fennmarad 50%-nál pedig el kell osztani egyenarányban. Tehát mondjuk a három elemcsoportot nem lehet ötfel egyenarányban elosztani, tehát az egyikre több jut, és a kombinációknál az határozza meg, hogy melyik elemcsoportba tartozik, melyikből a több van. Két elemből álló kombinációt hajt végre, akkor az ő szíve ügye, hogy melyik elemcsoportba szeretné beosztani. Kell feltüntetni a papíron. Lábbal szerkezelés, mindig egy tizedet ér, díjazzák, hogyha érdekes megoldásokkal. Ez az ő eredeti eleme minden gyakorlatában benne van, és azért mindig egy tized bónuszt kap, plusz az elem értékét. Csak ő kap érte egy tizedet?
Az eredeti elemért ő kap egy tizedet, viszont bárki más is végrehajthatja az ő eredeti elemét, origi értéket nem kap érte, viszont azt az elemértéket megkapja. Az a praktikus ezekben az origi elemekben, hogy ezek általában több elemből állnak, és mégis izolált elemként számítanak. Mindenki arra hajt, hogy minél több elem legyen a gyakorlatban, és ezért megpróbálják lerövidíteni. És ezek az összetett elemek azért jók, mert minél többet össze lehet zsúfolni, és ezek nem annyira nehezen összekombinálható elemek, és akkor plusz értékük van. De hát néha már tényleg annyira bonyolult egy-egy gyakorlat, hogy a pontozóbírók mindig végigülik a pódiumedzéseket, és többször nézik meg a gyakorlatot, hogy utána a versenyen sokkal korrektebben dönthessenek, amikor előttük van alap, és az alapján nézik és pontozzák. Azért neki is van szoknyás, de ezt az előbb hiányolta. Csak a gyakorlatuk is erre a zenére volt. Kis hattyú. Rufaságokat. Igen, szóval ez a rossz, amikor egy nap négyszer van, nem tudnak végig koncentrálni. Öt szalag gyakorlattal léptek a szőnyegre, a világbajnokságon szinte a hattyúk tavára. Nagyon szép, nagyon látványos. Általában mindig arra figyelnek minden ország, hogy minél változatosabb, különböző zenék legyenek. Ez rájuk nem jellemző. Megszeretnek egy zenét, és akkor azt elég sokszor használják. Viszont félelmetesen magasak az ugrásai, nagyon ritka mezőnyben szinte egyedülálló, hogy ennyire magasakat ugorjon, ennyire tisztán. Nagyon-nagyon jó tornász. És szép. Hát az aranyérem az neki meg azért hiányzik a gyűjteményből, a csapattal van csak meg, az egyéniben még nincs. Nem fogják engedni soha. Miért? Mind a kettőnknek, a Jerofejevának is, és neki is, a dereka nem olyan lazza, mint ahogy megfigyelhető, mint Kabajevának és a többieknek. Ezért sok eleme nem olyan tisztán elfogadható. Azt mondtad, ő a kedvenced. Igen, nagyon szeretem. Ő sem a fiatalok közé tartozik már. Spanyol álmon édeszid. Csak a végét látjuk a gyakorlatának. És egy rettentő jó humorérzékű ifjú hölgy. Volt szerencsém vele egyszer-kétszer találkozni, és nagyon szimpatikus volt. De hát ő nem tartozik azért a szorosan vett élmezőnhöz, már elég régóta. Igen, most már nem. Még ők Eszter Dominguezzel, honfitársával voltak párban, nagy riválisok. Neki nagyon fantasztikus a szerkezelés, amit most mondjuk nem látszik, mert pont a marha nagyot rontott, elnézést kérek a kifejezésért, de ez butaság. Szóval ilyet nem lehet már az ő szintjén csinálni, egy egyszerű, egy tized bónuszos kidobás, mert látható, rendkívül kidobás nem lehet így elrontani. Jó, magas besenom a pontszáma kerül a gyakorlatára, 26-9-et kap, hát én nem tudom, talán ennél magasabbat eddig. Kabajeva talán. Csak Kabajeva. Nem, csak Karikára. Általában úgy készülnek a koreográfiák, hogy először a technika kerül bele, és akkor utána kerülnek bele a művészi értékek. És tényleg az edzők még mindig megpróbálnak egy-két tizedet úgy belelopni, és általában ezt rontják el a gyerekek, versenyzők, bocsánat. Szóval félelmetes, ez nagyon bosszantó. Például egy olyan rutinos versenyző, amit támad ezt a sztártot, meg nagyon-nagyon jó a szerkezelése. Félelmetes dolgokat csinál, siet el.
hölgyön alig dressz látható. Ezek a testszínű megoldások nagyon látványossá teszik, viszont nagyon szigorú szabályoknak kell megfelelnie, duplán kell alá dolgozott anyagnak lennie, és testszínű kis dressznek hívjuk. Azt kell alávenni, hogy semmiféleképpen ne látszódjon át. Csúnya egyensúlyvesztés volt. Hát semmi nem látszódhat át, nem látszódhat ki. Na, a lapockájuk nagyon minimális lehet, a kivágása is. Nem vigyáznak a hölgyek erkölcsére. Igen, de hát azért én azt hiszem, hogy most már ahhoz képest, amit néhány évvel ezelőtt műveltek szabályok tekintetében a ruhát, illetve most már azért nagyon-nagyon sok minden elazította. Igen, hál' Istennek ezért így egy kicsit súlyszerűbb is lett az egész. Egy ilyen dresszel valószínűleg 3 éve még kidobták volna a szőnyegről. Igen, tiltották a szabályot, úgyhogy nem volt szabad. Sem a dresszel, sem az aranyszínű dressz nem engedélyezték. 22,25%-at meglátszik a levonás, és meglátszik a rontás, ahol élvezik pontszámaiban. Igen, minden zsűri 10 pontot adhat. Általában a versenyzőknek, az A csoport B versenyzőknek 9 pont körül van a technikájuk megadva. Úgyhogy ez a 6 egész valamennyi, az nagyon kevés technikai pontszám. Hosszú burítását, ami azt jelenti, hogy legalább 3 testrészen még kell haladni a labdának ahhoz, hogy 3-szer technikának feleljen meg az egyensúlyhoz kapcsolva. Ezt így elrontja, akkor a testetikai eleme is elmegy, kapja meg érte a pontot. Tiszta az elkapás. Szofocskája is eltérült tőle. Ritka azért nem kap levonást. Nem. De ritka, nagyon nem szoktak most már úgy jobban tornázni a versenyzőt, mert zavaró hatása van. De hát neki elég rövid lehet a haja. Beleakadhat a kötél. Nem a legjobb. Rontással kezdett, nem éppen jó alaphang. Ilyen úgy az előző spanyol hölgynél is az jutott eszembe, hogy úgy kezdeni, és neki hátra van még 3-szer, tehát rögtön az első szerre rontással kezdeni. Nem szabad. Nem, mindig azt próbáljuk a gyerekeknek is mondani, hogy inkább próbáljon a biztonságra törekedni, úgy érzi, hogy nagyon